ötleteknél, akkor hát jöjjön olyan ötlet, amit újra tömegközlekedéssel is meg lehet oldani. Ráadásul ennek olyan aktualitás is van, hogy 2025-ben a Bridgend lesz Európa egyik kulturális fővárosa. Tehát ilyenkor ugye jön pénz, felújítási munkálatok, megőrültek házak. Tehát úgy érdekes 26-ba elmenni, mert akkor már lecsengtek az események, de az eredményeket mindenki is mondja, ki tudja élvezni. Mi úgy mentünk, hogy a kökökkel felszálltunk a második legkorábbi vonatra. Úgy kellett őket összevakarni, de azért működött. És közvetlen vonat van, tehát Palermo, Agrigento között. Na, 2 óra. Picivel kevesebb. Kb. 2 óra. És a belvárosban 2-3 sarkot kell menni, és ott van a buszpályaudvar. A buszpályaudvarban van egy helyi buszok, meg vannak turista buszok is, meg taxibuszok is természetesen. Most szezonban van egy A és egy B nagy fantázia. A és B járat, ami az agrigentói nevezetességeket végigjárja, ilyen napi éjjel kell venni. Olcsó, tehát nem egy ilyen nagy duranás. Ilyen hop-on elven működik. Mi október végén persze nem szezonban voltunk, másik kellett megoldani a közlekedést, de tömegközlekedéssel mindent meg lehetett csinálni. Kivéve az utolsó szakaszt, azért mert naplementét is akartam fotózni, és időben légy az utolsó vonatot visszafelé. Az még nem jött volna össze tömegközlekedéssel, tehát ott taxit fogtuk. Előre lepapíroztam velük. WhatsApp, versenytárgyalás, stb. Nem kell. Mindjárt túlélem. Tehát Agrigentóban többek között az érdemes elmenni, azért híres, mert az ókori Hellász területén kívül itt Dél-Olaszországban és Szicíliában maradtak még meg ókori görög emlékek, színházak, templomok általában. A templomoknál ráadásul olyan legekkel összekedik Szicília, hogy a világ legjobb állapotban megmaradt dór stílusú temploma, az Aténban található, illetve Agrigentóban. Tehát egymás mellett van a kettő színvonalban, ugye a Hefeisztélyon, ugye ott az Akropolis alatt, a Nagoránál, illetve a Concordia temploma. Most ez olyan Concordia temploma, hogy senki nem tudja, hogy mi a neve. Annó valaki, ilyen szélelélet úriember, aki on csak úgy hasára csapott, azt írta, hogy ez a Concordia temploma, de semmiféle alapja nincs az egésznek, ugye azóta benne van a köztudatban, hogy ez Concordia temploma. Ez valami ókori úriember volt, de bizonyított, hogy ilyen Concordia temploma. Azért maradt meg ilyen jó állapotban, mert a kereszténység felbukkanásával, illetve a domináns forrássá válásával keresztény templomot csináltak belőle, és nagyon sokáig használták is. Agrigento az maga a város, illetve alatt a között a templomok völgye. Tehát a völgyben van a templomok. Több templomról van szó, ez a legjobb állapotban megőrzött templom. Amikor először voltam itt, az a bizonyos nemzetes 97-es karácsony utáni időszak, akkor például nem voltak korlátok, szabadon lehetett császkálni, azóta már mindenhol figyelnek arra, hogy nehogy betévedjen senki se. Az összes templom már megoldották, tehát nem csak Agrigentóban, Segesta, Serinunte, ugyanaz a helyzet. Érdemes beruházni a Kenny 1 eurós térképre. Annó ennyien volt, de most már nagyon úgy érzik, hogy ebből is pénzt akarnak csinálni, mindegy 1 euró. Okay. Ugyanis nagyon részletes, nagyon hasznos infók vannak benne, elég látványos térkép, megfelelő instrukciókkal, angol nyelven is lehet kérni. Tehát tényleg hasznos, nem egy felesleges költés. Több kapu van a bejárás, az egy óriási területet jelent, és vannak kombinálhegyek is, van egy régészeti múzeumok, ami rengeteg cselepet tartalmaz, ha valaki szereti élete értelme, akkor oké. Okay. Viszont azért érdemes elmenni a régészeti múzeumba, ugyanis egy gigantikus, tehát nem ember, hanem 2,5-szeres ember magasságú telamon is található. Ugye vannak a kariatidák, tehát a ők, akik tartják az osztopot, az osztott helyet, de vannak a telamonok, hát ők van ugye a pasik. És az agrigentói templomoknál ilyen óriási méretű pasi szoborpótlékok is voltak, és az egyiket felállították és a múzeumban látható. Tehát ott tényleg nem fekszik a földön, hanem áll. Nagyon szuggesztív,
ott lehet igazából látni, hogy micsoda méretekkel dolgoztak ezek a templomépítők. Homokkőből készült minden, tehát pokoli gyorsan romlik az állat. Vannak olyan romrészletek, ahol tök jól lehet látni, hogy a vakolattal hogyan próbálták műmárványosítani az egészet. Nagyon kevés templom maradt meg tényleg jó állapotban, általában rommezőről van szó, de az a kevés, ami megmaradt, az abszolút megéri. Mindenki persze ugye a templomok hölgyét nézi meg, magát Agrigendót is érdemes bebarangolni, pár óra alatt tényleg érdekes dolgok vannak, tipikus dél-olaszországi szicíliai városkáról van szó, cuki, aranyos, szeretjük, és a többi. Rengeteg van, de az emberrel elmegy, akkor a tök jó kilátóra, hogy igen, ez a fajta város típus, hogy épül fel, milyen az élet, stb. Mi nem tudunk rendesen bebarangolni, mert rengeteg dolgot akartunk megnézni, fölökkel, úgyhogy majd egyszer visszamegyünk. Kettesben is, úgy, hogy van végigjárjuk. Most a templomok hölgyének az egyik hátulötője, hogy kaja nincs, pontosabban nagyon kevés kaja lehetőség van. A múzeumnak van egy büféje, ahol melegszennyel, saláttal, stb. Tehát ilyen jellegű dolgok vannak, étteremhez tovább kell menni. Én jó balázsos módon megindultam lejtőn felfelé, napsütötte 28 fokba, hát majdnem meghaltak egyesek. Delegáció jött elő, hogy hova rohanunk, mert az már elmaradt, hogy kajához, és még kell rohanni, mert el kell érni a következő busz. De utána összedték magunkat, úgyhogy működöttek. Azok is együtt megyünk kirándulni, hogy nincs valami. Van a templom hölgyében egy másik kis múzeumocska is, de fölösleges. Azt jelenti, hogy uranos. A régészeti múzeum a templom hölgyében a park mellett, a kapukon kívül, azt mondta, ez a telemonos, ez mindenképpen megérdemli.